Március 9-én senki nem látott a Questor előtt sorokat állni. Mégis kifogyott a Questor 6 milliárdos likviditási alapja. Miért fogyott ki? Azért, mert az állam ebben az egyetlen ügyletben majdnem 4 milliárd forintot vett ki a Questorból, és nem tudjuk, hogy milyen más egyéb szereplők vettek ki, állami szereplők vettek ki még pénzt. Mi ezekkel a tranzakciókkal mentünk a lecsóba. Ezért követeljük a kártérítésünket. Itt ugyanis nem arról van szó, hogy betettünk 100 forintot egy ügyletbe, reméltünk 110 forintot belőle, és a végén csak 90 maradt. Itt arról van szó, hogy ellopták a 100 forintunkat. Mind a 100-at. A magyar nyelv nagyon gazdag. Megkülönböztetjük egymástól a bevallást, illetve önbevallást és az ellenőrzést. Mindannyian teszünk minden évben bevallást, adóbevallást. Ez annyit jelent, hogy bejelentjük jövedelmünket az adóhivatal felé. Ez nem ellenőrzés. Az ellenőrzés akkor történik meg, amikor az adóhivatal ellenőrzi, hogy azok az adatok, amiket mi bemondtunk, helyesek voltak-e. Ez nem történt meg a Questor és a többi broker cég esetében. Háromszor már békésen demonstráltunk, így kérve segítséget Magyarország kormányától, de ez idáig ígéreteken kívül semmit nem kaptunk. Igazságot akarunk! Ígérgetni az könnyű, az nem kerül pénzbe. De mi az ígéretekből nem tudunk kenyeret venni, számlákat fizetni. És igen, most már ki kell mondanunk, hogy a becsapott, meglopott emberek türelme egyre jobban fogy. Nem tudom, meddig tudjuk még egymást nyugtatni, úgyhogy elég volt az időhúzásból, most már tetteket akarunk. Mi megtettük, amit egy demokráciában egy civil szerveződés megtehet. És kérjük, hogy most már vegyenek minket komolyan. Mindenkitől lehet tanulni. Úgyhogy végezetül emlékeztetni szeretném Magyarország miniszterelnökét arra, amit 2007. március 15-én tartott beszédében ő maga mondott. Szó szerint idézem. Világossá tettük a népnek, joga van elkergetnie a kormányt egy demokráciában is. Ha az a nép akarat ellenében kormányoz, ha az az emberek létérdekét veszélyezteti. Adják vissza a pénzünket minél hamarabb. Vissza a pénzünket! Vissza a pénzünket!